A szerves kultúrák azért gyönyörű terméket hoztak létre építészek nélkül. Tehát építészek nélküli építészet az egy csoda, ha visszamegyünk a történelembe. Ennél fogva azt látjuk, hogy az emberek az építészettel igenis belülről valamilyen lelki kapcsolatban vannak, ahogy a zenével is. Hát meg tudják a saját zenéjüket teremteni, vagy a táncukat, vagy a fészküket. Ebbe hinni kell. Bodonyi Csaba sikeres és elismert építész. Ibl díjas, Széchenyi díjas, Prima díjas, Pro Urbe és Pro Architektúra díjakkal kitüntetett. 2003-ban ő volt az év főépítésze. 2015-ben főépítészi életműdíjjal jutalmazták. A Magyar Művészeti Akadémia tagja, melynek egykor alapító tagja is volt. Miskolc díszpolgára, címzetes egyetemi tanár, és a sor még hosszan folytatható. Több mint 500 megvalósult ház, épületegyüttes tervezőjeként mindig a hely szelleme iránti mély tisztelettel látott látmunkához. Hiszi, hogy az építészet az emberről szól, meg a térről szól, és nem a pénzről és a politikáról. Az Architektúra sorozat Vallomások című önéletrajzi írásában csodálatos gyermekkorára így emlékezik. Egy gyönyörű tanyas jégboltot kell elképzelni, és ez a gyerekkor a nehézségek okán volt nagyszerű és élményszerű számomra, nem pedig az elkényeztetett helyzet miatt. Amit a háború hozott létre tulajdonképpen, mi úgy kerültünk a tanyasi égbolt alá, a tanyára, hogy a szüleim a háborúban mindent elvesztettek. Édesapám, aki katonatiszt volt, nyilván 45 után semmilyen állást nem is kaphatott. Édesanyám pedig hát tanítónőként a tanyán kapott egy állást végül is, ahol én cseperedtem. Mi az, amit a legfontosabbnak tartott, vagy legfontosabbnak tart, amikor hozzáfog egy épület megtervezéséhez? Hát én az egyetem, illetve a mesteriskola elvégzése után a modern internacionalista építészet híve voltam. Már az első, az Edelényi Kultúrház kimozdított ebből, és akkor kezdtem látni, hogy milyen nagy szerepe van a helyszínnek, a szituációnak, a környezetnek abban, hogy egy épület milyenné válik. És ekkor talán spontán belső elmozdulás volt ez a regionalizmus irányába, ami azt jelenti, és ezt most egy mexikói építészt idézek ezzel, hogy igazából örök érvénye annak van, ami helyhez kötődik, és a helyi értékek kibontásával kapcsolódik bele a világ értékrendjébe, és felmutat valami sajátosat abból a helyzetből fakadóan, amit neki kell megfejtenie, mint médiumnak. Tehát ez a médium szerep kezdett bennem fontossá válni, aki szertágazó figyelemmel van az épületet létrehozó körülményekre, emberekre, tájakra, történelemre. És akkor egy kicsit megváltozott bennem ez a semleges internacionalista építészet iránti vonzódás, és inkább a progresszív regionalizmus irányába mozdultam el. Ha lehet fordulatról beszélni, ez volna az. A település tervezés tekintetében pedig mindig az organikus szemlélet talaján álltam, tehát úgy éreztem, hogy nekünk dolgunk az, hogy fejtsük meg a meglévő várost, és azt folytassuk. És azóta ez a szó, hogy folytatni valamit, ez egy szent szó nekem. Tehát azt jelenti, hogy nem tagadni, és nem mimikrielven másolni, hanem folytatni valamit, ahogy minket a gyerekeink, ahogy az evolúció működött évezredeken át. Tehát legfontosabb a folytatás az építészetben is, ami megérti az előző értéket is megteremti az újat hozzáadva. Amit ebben a világban látok az építészet helyét, illetően az egy kicsit kellemetlen, úgy érzem, mert látom, hogy a demokráciát a pénz irányítja igazából. És nem az, amire nem a választók.
Ha a pénz irányítja, akkor az építészettel is ez a helyzet, illetve a törvényhozással is ez a helyzet, hogy a létrejött jogszabályok és a szakmagyakorlási környezet ennek a pénznek a nyomására jön létre. A pénz pedig hasznot akar, az építészet pedig nem erről szól.